volt a forgatáson az ő. És még egy utolsó, kibújkál még. Mindenki itt van, csak nem mer kijönni. Na jó, hát köszönöm nektek, hogy megcsináltuk ezt a kis megint. Hozzáteszem, hogy nem csináltam volna meg, hogyha a Kamarás Iván nem csesztett vele folyton, hogy biztos van valami kis játékfilmkönyved, az ilyenek írogatnak folyton, ilyen tudja, hogy könyvmoly vagy, van valami. Jó, hát van valami, oké, csináljuk meg most. Akkor elkezdünk beszélgetni. Na, és akkor Dávid és Iván, ti maradjatok, mert ez szerint... Miért? Nagyon jó ez. Mert ez jó. Tökéletesen működik. És ha néha elakad a hangom, akkor eszembe. Foglaljatok helyet, látok, én a szélre ülök, rendeltem magamnak egy 3XL-es széket. Úgy terveztük, hogy egyszer lesz beszélgetés, de mivel ilyen szépen ennyien eljöttetek, ezért most lesz beszélgetés, és lehet, hogy később is. Ezt az apró örömöt szerettük volna szereztetek, hogy ne látszódjunk. Nincs fény, azt mondják. Semmi fény? Hát figyeljetek, moziban vagyunk, úgyhogy a fény elvileg a vászon szokott megjelenni. Mi látunk titeket. Ha előre gurulunk, jobb. Sokkal. Andrásnak megy, mert otthon álltak, ilyen székei vannak, úgyhogy neki kellett volna a leggyorsabbnak. Igen, nem is dolgozom, csak görgök. Ez. Na, így jobb. Na, akkor csapjunk bele. Ugye az egyes számú kérdés, mert mindenki erre kíváncsi. A többi az lényegtelen, egy normális mozinéző ilyenkor azzal kezdesz. És ezek a nagyon jó színészek onnan. A nagyon jó színészek onnan, legalábbis egy itt ül mellettem, hogy tervezek már régóta egy nagy játékfilmet, egészen pontosan 6 éve írogatom, és mellettem, mivel nem jártam filmművészeti főiskolára, ezek az én kis vizsgafilmjeim saját magamnak, illetve nektek. Úgyhogy időről időre próbálok egy ilyen filmet összehozni, és úgy gondoltuk, hogy próbáljuk ki a közös munkát, mert hát Ivánra illene a nagy játékfilm főszerepe, és hát most lettünk vele igazán kész. Iván szerint már egy éve kész voltunk, csak tökölök rajta. A lényeg az, hogy megcsináltuk ezt a filmet, és kipróbáltuk azt, hogy még egyszer milyen valami műfajhoz hasonló próbálkozást csinálni. Én a szórakoztató filmekért vagyok oda, és azt gondolom, hogy nagyon sok jó művészfilm is szórakoztató film. Tehát vegyük azt a Szál a kakukk fészkére, az nekem működik, mint szórakoztató film, majdnem mint vígjáték, és mint nagyon erős dráma. Ezekkel próbálok így ezeknek a határmesdjén lavírozni. Nem tudom, hogy ez volt a kérdés, nem a színészek. Nem. Igen, bocsánat. Ez nem érdekel, különösen. Igen, köszönöm. Műfajilag mi nem tudom hova tenni a filmet, de majd erről dumálunk. Politikusnak is készülünk. Ki van zárva. Szóval a színészek, ráadásul ugye Iván felbújtó volt ebben a történetben, vagy legalábbis azt sejtetted. Hát nem felbújtó, konkrétan producer lett, tehát hogy azt mondta, hogy csináljuk meg ezt a filmet, és castingoljunk rá komolyan, tehát keressünk egy jó színésznőt, és rengeteg jó magyar színésznő volt, csak volt egy lehetőségünk, ami így utólag derült ki. Azt elmeséled, Iván? Nem, hát gyakorlatilag a Dávid castingolt hosszan, én segítettem őt a munkában. De aztán később végül is a Sonya Cooling-al én egy előző munkában dolgoztam Los Angelesben, és illetve 2-ben, és ott találkoztunk, és én megemlítettem neki ezt a dolgot, hogy van egy ilyen jópofa próbálkozásunk, és van egy ilyen kedve benne részt venni. Mondta, hogy azért szeretné látni a könyvet is, akkor már pont elkészült az angol fordítás, és akkor átküldtük neki, és mondta, hogy szívesen jön. És akkor megcsináltuk így, végül is ennyi a történet dióhéjban. És ez a bonyolult 170 oldalas szerződés, meg a mindenféle ezek mellett... Eltekintett a jó kapcsolatra való tekintettel a jó... Igen, mert hogy ez lett volna az első kérdés, hogy hogyan tudtok azért egy
nemzetközi ráadásul ismert színészőt bevonni. Igen, a hát csapatba, azért... hogy azért ez nem egy igazi magas büdzséjű produkció. Nem, de nagy magas eszmei értéke van. Meg nem, jó, izgalmas lehetőség színésznek. Én azt gondoltam, hogy az ő szerepe, ami nehezebb nyilvánvalóan, mert untermankodik a háromnegyed részében a filmnek, és utána tud egy olyat váltani, viszont egy olyan transformáció megy keresztül, ami nagyon izgalmas lehet, de ahhoz meg kell csinálni sajnos az első háromnegyedét, tehát a szürke egeret meg kell csinálni, nem lehet kihagyni, és a nagy monológban van szinte majd, hogy nem az egész szerep. Uh-huh. Én ezt így láttam kívülről, és ezt így tartottam izgalmasnak, és úgy látszik, hogy ő is izgalmasnak tartotta ezt a dolgot, mert meg is csinálta a transformációt. Erre mi is kíváncsiak voltunk, mert amit ő játszott az előző filmben, amiben dolgoztunk, egészen más jellegű szerepet játszott. Ugye itt nem volt casting nyilvánvalóan, tehát őt azt mondta, hogy ő elvállalja, akkor mi nagyon boldogok voltunk ettől, és tulajdonképpen így meglepetés erejével jött a dolog, hogy meg tudta csinálni a monológot, nem is akárhogy. Na, ezt megcsinálom. Azért elmondom, hogy ez a nem volt casting, ez olyan, hogy én az Ivánt fárasztottam minden héten, hogy te annyi színésznőt megnéztünk, tehát a Skype elé üljön már le, és mondja már el nekem a monológot, azt mondja, na jó, akkor most fejezzük be. Szóval szegénynek nem volt végül is casting, hanem tényleg megnéztem, amik a YouTube-on megtalálhatók. Ázsiai szerepei, azok persze túljátszott szerepek, tehát teljesen máshogy játszik egy ázsiai színésznő, de néztem ugye a Los Angeles-i filmjeiből is a részleteket, meg ugye ő riporter, a Muay Thai-nak a műsorvezetője. Sok mindent csinál. Róla azt kell tudni, mivel nincs itt, ezért úgy gondolom, hogy az én kötelességem elmondani róla, hogy ő gyakorlatilag, nem tudom, most 24 éve dolgozik, vagy van a szakmában, most nem akar vagy ilyen szappanoperákban szerepelni, és onnantól kezdve egy vége láthatatlan folyamat egyik munkából a másikba. 6 kozmetikai mamut cégnek az arca Ázsiában, tehát mindenhol ismerik Malajziától Tájföldön át, félig angol és félig táj származású. Igen, ha Szonyára rákeresek, akkor kiderül, hogy elég komoly televíziós története van. Kevéssé hajlott kora ellenére, ezt tegyük hozzá. Na, van itt egy fontos kérdés, mert most még mindig ott tartunk, hogy honnan indultatok el, meg hogy ki hozza az ötletet, ki cseszegeti a rendezőt. De volt ott egy fura köszönetnyilvánítás a végén, Podmanicki Szilárdnak, aki ugye mégiscsak egy író lenne, de közben meg te írtad ezt a filmet. Akkor most igen, mi történt itt? Ez ilyen szempontból kényes, hogy először, amikor ez a könyv úgymond elkészült egy bizonyos szinten, akkor úgy volt, hogy a Magyar Televíziónak volt arra egy ilyen büdzséje, hogy kisjátékfilmeket rendeljen meg nagyobb csomagba, és korábban itt ül is pár rendező, aki készített velem kisfilmet, ezek inkább ilyen etüdök voltak. Én nem nagyon szeretem, egy-két kivétellel, mert nagyon szeretjük az Elégiát, meg vannak jó filmetüdök, de hogy szeretem, inkább sztori van. Tehát egy nagy játékfilm,